a backrooms jelenség. Ha sokatoknak esetleg nem mond ez semmit, erről a jelenségről azt gondolják egyesek, ez egy ilyen legendaszerű valami, hogyha esetleg nem vigyázol az életedben, nem a megfelelő helyekre lépsz, nem úgy cselekszel, ahogy elvárják, akkor a backroomsba, a hátsó szobába kerülsz, ahol nem más vár, mint a régi nedves szőnyeg bűze, sárga őrület, villogó félig meddig működő lámpák, maximálisan fognak zümmögni is neked, és körülbelül 600 millió négyzetmérföldnyi, véletlenszerűen szegmentált üres helyiség, amelyben csapdába fogsz esni. Viszont most nem be fogom ezt mutatni, hanem reagálni fogunk egy videóra, ahol is állítólag bekerültek ebbe a szobába, a végtelenségbe, és azt hozzá kell tenni, hogy végig valami furcsa bolyongás hallasz, mint hogyha nem egyedül lennél. Ha már fel vagy iratkozva és benyomtad a csengőt, kezdhetjük is. Ez egyébként egy elég új videó, 20 nap alatt 10 millióan megnézték. Oké. Okay. Ez egy ilyen talált felvétel. Olyan, mintha egy forgatáson lennének. Egy majom ember vagy, én nem tudom, de... elég bizarr, nem mainak tűnik egyáltalán. Olyan, mintha a srác megbotlott volna, egy pillanatra meg is állok. Olyan, mintha esetleg beleesett volna valamibe, és a srác... mintha egy másik dimenzióba került volna, ami nem más, mint a backrooms. Hallatszódik, ahogy köhög. Itt már látszódik ez a büdösesnek tűnő szőnyeg, a végtelenségek. Ott mintha lett volna valami, vagy csak beképzeltem? Srácokat keresi, akikkel volt. Nem tudja, hogy hol van. Ezt a videót egyébként... erről a hangról beszéltem, ez nagyon irritáló tud lenni hosszú távon. Hello? Aha, megint. Szerintem nem beképzeltem, ott tényleg van valami. Nagyon par ez a hang. Képzeljétek el, hogy ezt fogjátok hallani mondjuk a mai naptól. Életetek végeig. Mikor azt mondjuk itt nem érnétek túl sokáig. Most mi? Ez egy falhoz közeledünk? Vagy... ja! Úristen! Nem para egyáltalán. Főleg, hogyha mintha valakivel össze lenné zárva. Te jó Isten. Egy létra. Gondolom egyébként valószínűleg ez is átvezet egy ugyanilyen helyre. Nagyon para ez a hang. Ha valakiben egyébként felmerült volna, hogy miért nem hívott fel azonnal valakit, hát... ez nem egy mai felvétel, szóval ezt csak így találták. Plusz valószínűleg itt térerül meg semmi sincs, az is biztos. De egyébként itt miért lettek zöldek a szobák egyáltalán, vagy ez egy ilyen másabb szint lehet már? Most itt mondjuk mégis sárgás. Szóval lehet, hogy csak a fények miatt tűnt úgy, én nem tudom. Can anybody hear me? Hello? Valaki van itt vele, folyamatosan kérdezgeti. De hogyha bekerülne egy ilyen helyre, vagy én akárha bekerülnék, biztos nem tudnám, mit kezdjek magammal, és keresném a kiutat, ahogy szerintem mindenki más. De ha te ezt nem ezt tennéd, akkor azt is írd le. Nagyon gyanús, mintha néha meglátnám ezt az alakot, de így... tényleg ilyen pixelekben már. És egyébként erről a felvételről szinte semmit sem lehet tudni. Vagy bármi. Vannak nyilazások. És egyre gyanúsabb jelzések. Ez egy félig arc. Ó, vannak ilyen írások is, ahogy látom. Nem mozog, maradj nyugodt. Oh! Mi történik? Most kergeti a férfit ez a valami... azt, amik ezek a hangok? Úristen! Most kergeti a férfit? Valószínűleg itt el is ásnám magam, én nem tudom helyben. Úristen! És egyre közelebb van a hang, mint hogyha tükrök lennének. Liba bőröcsök szerintem. Pedig nem szoktam. Lenne ugorj, lenne ugorj! Most megint ilyen...
Leugrod, de... Ja jó, azt hittem ez sokkal mélyebb lesz, hú. Elhagyta valahol a... Bármi is legyen. Ez most egy, mint a másik szoba lenne, ott van egy lépcső. Én ki vagyok, nem csak a srác. Hogy őszinte legyek. Megint egyre hangosabb ez a zümmögés a lámpánál, nagyon irritáló. Ó, mi történt? Felkerül... Lámpa. Hol kapcsolódik, kikapcsolgatja. Ez a hang is már nagyon hátborzongató. Most egy fehér szobába keveredtünk. Ez olyan, mint egy váróterem lenne, vagy... Ott ugyan... Azta! Mintha egy hotel lenne, basszus. És mi ez? Ott mik vannak az ablakban? Ott az egy szemetes tároló, vagy egy... Meg kötél. Itt már parketta van. Olyan tényleg, mint valami elborultabb hotelben lenne. This isn't real. This isn't real. Azt mondogatja, hogy ez a valóság, ez valós. Mint egy iroda lenne. De be fog nyitni vajon? Mert engem nagyon érdekelne. Mondjuk lehet, nem tenném meg, de ő be fog nyitni. Aha. Nem nagyon kellene bemenni. Ó, na erre nem vártam. Most csak egy ilyen pincébe voltunk, vagy most megyünk feljebb. Most visszajött ugyanoda? Ne. Meg gondoljatok abba is bele, hogy közben már egyébként éheznétek valószínűleg, meg szorongnátok a stressztől. Legalábbis most én saját példámon mondanám, hogy már biztos kicsinált volna. Nagyon ráz a hideg. Meg mi van azzal a furcsa valamivel, ami eddig itt volt? Meg mi volt az? Ne fordulj meg! Nem lesz ott, ugye? Jó. Ha. Közeledünk lassan. Oh! Ez más a pangú kicsit. Mi jönünk talán? Milyen állat ez? Mi ez a fekete és szekrény? Ilyen árnyékos. Ez ugyanaz. Mi ez? Észrevehette? Nagyon nyugodtnak tűnik. Kicsit ilyen Siren Head beütése van. Itt most le akar csúszni. Nem kaptam szívromot. Most mi? Most zuhan vissza a világába? Vagy mi történik? Úristen, ne szívass, hogy most meg felkel itt, mint hogyha mi se történt volna. Azta, ilyet nagyon rég éreztem, egy bármilyen horrornál is teljes fülessel felhangosítva. 1996. szeptember 23-ai a felvétel. Wow. Ha szeretnétek, hogy több ilyenre reagáljak, mondjuk én lehet, nem? 5000 like-nál lesz. Szóval küldd el ezt a videót minden barátodnak, és megköszönöm, hogyha írsz egy kommentet. Sziasztok!